Sziasztok, és üdvözlök mindenkit, az újakat és a régieket is. A mai videóban 2 plusz 1 modot fogunk megnézni, és azért mondom, hogy 2 plusz 1, mert az első kettő azok a terhességgel, a gyerekszüléssel kapcsolatosak, a harmadik pedig a tipegőknek ad egy-két extra tárgyat, amikkel tudnak skilleket fejleszteni, játszani velük, és iszonyatosan aranyosak egyébként, ahogy használják ezeket a tárgyakat, és ez a mod az egyik terhességes mod készítőjétől van, amit meg fogunk ma nézni, és ehhez, hogy megnézzük ezeket a modokat, most a Metzberger családnál vagyunk, ugyanis feltűnt az előző részben, hogy kaptam egy értesítést, hogy Lily terhes lett Fred Byers-től, aki Paul Byers apukája, szóval úgy gondoltam, hogy tökéletes család lesz arra, hogy leteszteljük ezt a három modot, úgyhogy kezdjük is el. Az első, mivel Lily még nem tudja, hogy terhes, ezért nyilván kellene egy terhességi tesztet csinálni, és ehhez Pandasama Childbirth modját fogjuk használni. Itt látjátok a WC-n, hogy két lehetőség van arra, hogy terhességi tesztet csináljunk. Az első, aminél nincs ott a kis ikon, ez ugye az alapjátékos opció, a második, aminél viszont itt van a pici ikon, az a moddal jött, és mindjárt látjátok is, hogy mi történik pontosan. Persze ki van pixelezve, de azért nagyjából látjátok, hogy mi történik, hogyha ti azt a verzióját használjátok a Wicked Wimpsnek, amiben ugye nincsen pixel, akkor nem lesz kipixelezve, de egyébként így is látjuk, hogy konkrétan egy rendes terhességi tesztet használ a szimünk, nem csak leül és megjelenik, hogy terhes, és látjuk is az arcán is, szerencsére az arca nincsen kipixelezve, a meglepődést. Tehát igen, tehát Lily terhes, most megtudta, és meg is jelent a kis értesítésünk is, megjelent az ikon is hozzá, boldog hangulatjelzővel, ugyanis a másik moddal, amit be fogok mutatni, itt lehet, hogy kicsit össze-vissza fogom őket mutogatni, de majd mindig mondom, hogy melyik mod éppen melyikhez tartozik. Szóval a második mod, amiről beszélni fogok, az a Relationship and Pregnancy Overhaul, és ez a kis ablak, ami itt felugrott, ez pont ehhez a modhoz tartozik. Itt az idő, hogy Lily elmenjen az orvosi, hogy hívják erre? Szóval meglátogassa a védőnőt gyakorlatilag. Küldjük is el most, amíg elmondom, amit az előbb szerettem volna mondani, szóval ezzel a moddal, ezzel a Relationship and Pregnancy Overhaul-lal mindegyik sim, felnőttkorú sim kap egy olyan ilyen kis személyiségjegyet, hogy szeretne a gyereket, nem szeretne gyereket, vagy semleges, tehát mindegy, hogy lesz a gyereke vagy sem. És ezt általában random, vagy pedig a trétjei alapján sorolja a simekhez, de hogyha nem tetszik az, amit alapból a simeteknek osztott a mod, akkor meg is tudjátok változtatni, ehhez egyszerűen a simetekre kell kattintani, megkeresni a Pregnancy and Family menüpontot, és itt be tudtok állítgatni dolgokat. Én nem szoktam ezzel a moddal kapcsolatban semmit állítani, úgyhogy ezeket nem fogom megnézni, de itt vannak ilyen beállítások, meg ilyesmi. Viszont ezzel tudjátok megváltoztatni, hogy hogyan áll a szimetek ahhoz, hogy szeretne egy gyereket vagy sem, és hogyha terhes lesz, akkor a hangulat jelzői attól függően lesznek boldog, vagy szomorú, vagy ilyesmi. Na, Lily mindjárt visszatér az orvosi időpontjáról. Lily és a baba is egészségesnek tűnnek, nincsen további teendő. Van, amikor olyanokat ír ki, hogy nincsen semmi probléma, de azért nem ártana egy kis edzés, meg diéta, meg vannak egyébként ezzel a moddal, ez még mindig a Relationship and Pregnancy Overhaul, vannak vele olyanok is, amikor problémák vannak a terhességgel, és olyan is van, hogy sajnos elmegy a baba. Viszont most, hogy Lily hazajött, és most már ugye terhes, nézzük meg nála, hogy néz ki ez a Pregnancy and Family menüpont. Kettő van egyébként, van egy Relationship Wellness, itt nincs olyan sok opció, itt tud fogamzásgátlókat vásárolni, illetve el tud menni, hogy tesztelje, hogy nincs-e valami nemi betegsége. Na, de hogyha áttérünk ide a Pregnancy and Family menüpontra, akkor Lilinél egy csomó opció van jelenleg. El tudunk menni megnézni, hogy mi lesz a születendő baba neme. Van egy ilyen menüpont, hogy Fertility, itt is el tud menni a szimünk, hogy fogamzásgátlót írjon fel magának, aztán el tud menni az orvoshoz, hogy megnézzék, hogy egyébként
egyébként mennyire termékeny, mert vannak különböző opciók a termékenységre is. Tehát be tudjuk állítani például, hogy szóval rámegyünk erre a menüpontra, és be tudjuk állítani 0-tól 100-ig, hogy mennyire legyen termékeny a színünk. Gondolom a nullánál semennyire nem lesz az. Aztán, ami még itt érdekes, van egy olyan, hogy Alternative Pregnancies, itt sok mindent találunk, tehát most éppen szürkék, mivel éppen terhes, szóval ezt nem tudja csinálni. De hogyha esetleg Lilinek termékenységi problémái lennének, akkor tudna gyereket vállalni úgy, hogy nem ő hordja ki a babát, hanem egy ügynökségnél egy másik szimet kiválasztatok, és ő fogja kihordani Lili babáját. Viszont ez most éppen azért szürke, mert ezt meg kell beszélni a szimetek partnerével, és hogyha a partneretek is egyet ért, akkor tudjátok ezt az opciót választani. Van olyan is egyébként, hogy Lili hordhat ki babát egy másik szimnek. Aztán van itt még olyan, hogy mesterséges megtermékenyítés, szóval vannak azért opciók. El tudunk menni abortuszra, el tudunk menni vásárolni valamit a babának. Most elküldöm Lilit, hogy menjen. Jó, elküldtem Lilit, hogy menjen és vásároljon valamit a babának. Úgyhogy megvárjuk, amíg visszaér, de úgy látom, hogy vissza is ért közben. Lili vett valamit a babának, az inventoriában lesz. Nézzük, mi van az inventoriában. Semmi. Akkor lehet, hogy a családi inventoriban lesz. Jó, igen, itt van a családi inventoriban, és konkrétan vett egy dobozjátékot, tehát nem nagyon aprózta el, egyébként máskor csak ilyen apró játékokat szokott venni, vagy valami. Most nem tudom, hogy hova rakjam, mert ebben a házban semmi nem fér el. De mondjuk azt, hogy berakom így ide. Hely nincsen új babára, de mindegy, Lili úgy gondolta, hogy ő szeretne egy babát, szóval ez van. Na most visszahívom Fredet, mert azt is meg szeretném mutatni, hogy a szívetek partnerével milyen opciók vannak. Na megjött Fred, úgyhogy el kéne neki mondani, hogy terhes, úgyhogy ez is megkeressük a Pregnancy and Family menüpontot is. Kérdezzük meg először, hogy Fred akar-e egyáltalán gyereket. Várjuk meg, amíg válaszol. Oké lenne, hogyha lenne gyerekem, az is oké lenne, hogyha nem lenne gyerekem. Jó, szóval Frednek teljesen mindegy. Úgyhogy hál' Istennek nem fog rosszul reagálni rá. Keressük meg, itt van Share Big News. Elmondjuk Frednek a gyereket, és nézzük meg. Hát csak legyintett rá. szóval legyintett rá Fred, neki aztán teljesen mindegy. Örülök, hogy örülsz, ez van. Nagyon sok új hangulatjelző van egyébként ebben a játékban, szóval most, hogy elmondtuk Frednek, kapott Lili egy olyan hangulatjelzőt, hogy minden rendben, Lili partnere jól fogadta a híreket, nyitottak a gyerekvállalásra, és örülnek, hogy Lilivel együtt tapasztalhatják meg ezt a dolgot. Menjünk vissza a kis menüpontunkba, és látjátok, hogy egyébként csomó minden van. El tudunk menni Freddel együtt ilyen szülői felkészítő órára, tudunk lelkesedni a terhességért, meg tudjuk kérni Fredet, hogy kísérjen el abortuszra, nyilván azt most nem fogjuk megcsinálni, mert mind a ketten szeretnék a terhességet. Itt tudjuk megbeszélni Freddel, hogy adoptáljunk egy gyereket, és azt is meg tudjuk beszélni Freddel, hogy örökbe adjuk-e valamelyik gyerekünket. Jó, most nem fogok adoptálni gyereket, de azért rámegyek a megbeszélésre, hogy lássátok, mi történik. Ki fog jönni egy ablak elméletileg. Tehát kapunk egy ablakot, ezt mi dönthetjük el, hogy a partnerünk hogy reagál. Jó, szóval Lili megkérdezte Fredet, hogy szeretne adoptálni, mert Lili gondolkodik azon, hogy így bővítsék a családot, és ugye van két opció, hogy igen, nem. Én most rá fogok nyomni a nemre, és hát Lili kapott is egy szomorú hangulatjelzőt, hogy a partnere támogatása nélkül Lili nem fog tudni gyereket adoptálni, mert nem fogják elfogadni a kérelmét, és talán, ha később újra megkérdezi, akkor másfajta választ kap. Van ilyen opció, hogy el tudjuk mondani Frednek, hogy ő a gyerekapja, itt ugye írja, hogy ez az igazság, de tudunk viszont hazudni is Frednek, hogy nem ő a gyerekapja. És én ezt használtam már úgy például, hogy az egyik szimem volt, hogy terhes lett, és hát több emberrel is vúhúzott, ugye, és a leggazdagabb szimnek azt mondtam, hogy az ő gyereke, és a szimem megmondta neki, hogy vegye feleségül azonnal, mert az ő gyereke. És hát így szerzett egy kis pénzt, ugyanis meg tudjuk kérni a másikat, hogy házasodjunk össze, mivel hogy közös gyerekük lesz. Ezt most nem tudjuk megkérni, mert Fred már a jegyese Lilinek, de egyébként, hogyha erre rányomtok, akkor a szimek azonnal elmennek, és egy rabbit hole-ban összeházasodnak. Szóval van egy csomó opció ebben a módban. Nagyjából ennyi most egyelőre ez a mód. Illetve még van egy olyan része, ami nem a terhességgel, hanem a kapcsolattal kapcsolatos. Meg tudjuk kérdezni Fredet, hogy nincs-e valamilyen betegsége, de el is tudjuk küldeni letesztelni,
hogy kiderüljön, illetve van egy ilyen, hogy make-up and break-up. Itt ilyen szakítással kapcsolatos opciók vannak. Tudunk vele mérgesen szakítani, de tudunk úgy is szakítani, hogy barátok maradnak, illetve tudunk szünetet tartani a kapcsolatban. Ezekre egyikre se fogok most rányomni, hogyha titeket érdekel, akkor teszteljétek le, de ez is szerintem egy tök jó dolog, hogy van benne olyan opció is, hogy nem szakítanak konkrétan, csak ilyen, jaj, nekem most idő kell, illetve, hogy vagy mérgesen, vagy baráti körülmények között válnak el. Na, de mielőtt áttérnénk a következő módra, még gyorsan elküldöm Lilit, hogy nézzük meg, hogy milyen nemű lesz a baba, és utána folytatjuk a következő móddal. Na, Lili visszatért, és kaptunk egy értesítést róla, hogy a baba lány lesz. Na, és közben Lili villám gyorsan, hirtelen a harmadik trimeszterben találta magát, szóval a következő mód, mielőtt elmennénk a kórházba, felhívjuk a valakit. Szóval felhívjuk ezt a szakembert, akivel megbeszéljük a terhesség opcióit. Szóval felhívtuk a kórházat, és a kórház kérdezi, hogy milyen módon szeretnénk megszülni a babát. Tudjuk választani ugyanúgy azt a műtőgépet, amivel alapból megszületnek a babák a játékban, de tudunk választani egy ilyet, hogy természetes szülés, és most ezt fogjuk megnézni egyébként, illetve tudunk császármetszést is választani. Szóval válasszuk ki ezt a természeteset. Szóval, hogyha beindul a szülés, akkor el tudunk utazni a kórházba, és vajúdás, ez az a szó. Szóval, hogyha beindult a vajúdás, akkor el tudunk utazni a kórházba, és a vajúdás az kiszámíthatatlan, a hossza változó, órák, illetve napok is lehetnek akár, de tudunk gyorsítani sok dologgal, majd meg fogjuk nézni, és jó, válasszuk ezt. Jó, indítsuk be közben Lilinél a vajúdást, mert nem érek rá egész nap. Elindult a vajúdás, úgyhogy most el tudunk utazni a kórházba, rákatintunk a szimünkre, és megkeressük a lehetőséget. Ott volt egyébként, csak megnéztem, hogy nincs rá másik, szóval itt van Have Baby at Hospital. Természetesen elmegyünk Lilivel, elhívjuk Fredet is. Megérkeztünk a kórházba, és egy alien lesz az orvosunk. Oksa. Jó, szóval üdv a klinikán, helyezd magad kényelembe, és szólj az orvosunknak, hogyha bármire szükséged van. Csinálhatunk ilyen vajudást segítő aktivitásokat, mint például séta, edzés, illetve az ilyen kis szülőlabdán, nem tudom, az mi akar lenni magyarul, ilyen jógalabda, tudjátok. Igen, és hogyha 10 cm-re ki van már nyílva a dolog, akkor megindítják a szülést. Na, beszélgessünk a kis alien orvosunkkal, megkérdezzük tőle, hogy mennyire van már nyitva a méhszáj. Ja, és igen, ugye elfelejtettem említeni, hogy most visszatértünk a Childbirth modra Pandaszamától, úgyhogy amiket itt láttok, az már azzal a moddal kapcsolatos, az alien nyúlkál Ben Liliben, hogy megnézze, és 1 cm-re van nyitva a méhszáj, ami még eléggé kevés, szóval csinálunk egy pár gyakorlatot, például tudunk itt az ágyon ilyen légzés gyakorlatokat csinálni, ehhez Lili átöltözött, úgy látom, a sportos ruhájába, látjátok, hogy most itt éppen lélegezni gyakorol, vagy mi. Közben megnézem, hogy milyen egyéb hangulatjelzőket kapott. Kapott egyet a víz, magzatvíz elfolyására, illetve van egy ilyen ideges hangulatjelzője is, amiatt, hogy a kórházban van, és ugye beindult a szülés, most ez egy kicsit ilyen stresszes téma neki. Jó, Lili végzett a légzés gyakorlattal, most nem tudom, hogy mi történik. Hogyha a szimetekre kattintotok, és megkeresitek a Go for a Walk kis menüpontot, akkor a szimet el fog menni sétálgatni. Ez is segíti egyébként azt, hogy ugye minél jobban kinyíljon a méhszáj, és hamarabb megszülessen a baba. Mennyit ír egyébként? Jó, 14 napot ír egyébként a vajudásra, ami nyilván nem lesz 14 nap, tehát ezt meg fogjuk gyorsítani. Az a lényeg, hogy ezt a 10 cm-t elérje a szim, mert akkor tudjuk a szülést elindítani. Szóval most mindenféle ilyen gyakorlatokat csinál a szimünk, és meg kéne venni. És ez nincs más teendőtök, csak beírni a bb.enablefreebuild cheat kódot, hogy tudjátok szerkeszteni a kórház telket, szóval le fogom rakni mindjárt ezt a labdát valahova, nem tudom, hogy hol lenne a legjobb. Úgy döntöttem, hogy ez a szoba, ez most itt ilyen magán szoba lesz, úgyhogy innen eladogatom a dolgokat. Itt egy darab ágy lesz, így, ez lesz a szülőszoba. Ide rakom a labdát, aztán mi van még itt?
Jó, nem kell más, ez a labda kell csak nekünk, úgyhogy ennyi. Kap azért egy ilyen szép virágot is. Kap egy függönyt is, hogy ne azt nézze kintről mindenki, hogy itt bent szül valaki. Jó, ennyi, tökéletes. Kész a szülőszoba. Lili továbbra is itt nagy lelkesen sétálgat. Utána gyakoroljunk a labdán egy picit. Na, miután gyakorolt ezen a labdán, utána megnézzük, hogy hogy áll jelenleg, hogy mennyit kell még sétálnia, meg lélegeznie, meg ilyesmi, hogy beindíthassuk a szülést. Közben kapott egy másik hangulatjelzőt, és most már energizált lett a kórházban léttől. Alig várja, hogy megszülessen a babája. Na, végzett a labdán, úgyhogy hívjunk ide egy orvost, hogy csekkolja. Hívjuk ide azt az alient megint. Jön az alien, és megint megvizsgálja. Na, nézzük. 2 centi. Ó, ez nem olyan sok. Igen, egyébként csak mondom, hogy ez a mód, ez kicsit meglassítja a szülést, úgyhogy ilyen 100 baba kihívásokhoz meg ilyesmi nem ajánlom, de hogyha csak ilyen 1-2 gyereket vállaltok egy családdal, akkor szerintem tök jó pofa, hogyha szeretitek az ilyen realisztikus elemeket a játékban. Fred eltűnt közben, úgyhogy visszahívom, mert meg akarom nézni, hogy vele vannak-e külön interakciók itt a kórházban. Tudunk Freddel együtt sétálni, úgyhogy kérjük meg őt, hogy kísérgessen és sétálgassunk itt együtt a kórházban. Elsőre nem sikerült. Ahogy nézem. Jó, ez nem is konkrétan sétálgatás, rosszul mondtam nektek, hanem így nem tudom, így táncolgatnak, vagy nem tudom, mit csinálnak, de nagyon aranyosak egyébként. Na, erre az ölelkezős táncolgatásra is kapott Lili egy boldog hangulatjelzőt. Lili alig várja, hogy megérkezzen a babája, szerencsére a partnere itt van, és társaságot ad neki. Mivel elég sok időt töltünk a kórházban, ezért meg is kell vacsorázni. Éjjel 1 óra van. Úgy látom, hogy itt is fogunk éjszakázni a kórházban. Úgyhogy most Lili alszik egy picikét, és remélhetőleg a vasárnap folyamán azért meg fog születni a baba. Na, most még egy sétálgatás, meg még egy légzőgyakorlat után nézzük meg, hogy most hogy állunk. 4 centi. Na, mivel most itt van Fred, most meg tudtuk őt kérni, hogy masszírozza meg a hátunkat a labdán. Úgyhogy mindjárt jön Fred, és kap egy hátmasszást, Lili, ezt is meg tudjátok nézni. Szóval ilyen tök jó új animációk jönnek ezzel a moddal. Kapott közben Lili egy mérges hangulatjelzőt, hogy kész már teljesen ki van, miért tart ez ilyen sokáig. Tudta, hogy fájdalmas lesz, de azt nem, hogy ennyire. Jó, fogunk vele mindjárt kérni egy fájdalomcsillapítót, ugyanis arra is van lehetőség. Ask for epidural. Sofiától kérünk egyet. Csak adj egy pillanatot, és mindjárt ott leszek, hogy beadjam neked az epiduralt. Maradj nyugton, amíg tart a folyamat, és hamarabb készen leszünk, mint gondolnád, és látjátok így, aki nem bírja a tűket, meg ilyesmi, az ne nézzen ide, de megkapja a fájdalomcsillapítót a hátába. Jó, szokás szerint megkérdezem, hogy hogy állunk, megszülethet-e már a baba. 7 centi, úgyhogy már nincs sok hátra, még talán egy séta, és egy-két séta, és talán meg is vagyunk. Jó, szinte egészen biztos vagyok benne, hogy megvan most már a 10 centi, és sajnos, igen, megvan. Juhú! Sajnos az alien doktornő eltűnt, gondolom lejárt a műszakja, szóval sajnos nem ő fogja világra segíteni a babánkat. Megkérjük ezt a szőke nénit, segítsen ő nekünk, és megszülethet végre a baba. Jó, átalakult a műtősasztal hirtelen egy ilyen másik fajta ágyá, és látjátok, hogy hát eléggé élethűen néz ki a dolog, tehát konkrétan tényleg Lili, mintha szülne. Nem tudom, hogy mennyire hallatszódik, de benne van ezek a nyomó hangok is, szóval igen, elég fájdalmasnak tűnik meg minden, de mindjárt meg lesz a baba. Szegény Lili. Teljesen fáradt, karikások a szemei. Megszületett! Jó, randomizálok neki valami nevet. A Mónika. Mónika az jó lesz. És hát ugye ki van pixelezve, de hogyha nálatok nincsen pixel a játékban, akkor semmi undi dolog nem látszódik, de tényleg látszódik, hogy ott jön ki a baba a színből. Szóval attól függetlenül, hogy egyébként milyen sokáig tart maga ez a szülés, nem tudom pontosan, hogy mikor jöttünk, de ti, akik nézitek, vissza tudtok tekerni, és meg tudjátok nézni, hogy mikor érkeztünk meg. Szóval olyanoknak nem ajánlom tényleg, akik sok gyereket vállalnak a játékban, és folyamatosan terhes valamelyik szimük, mert ő egy hosszadalmas folyamat. Na, de növesszük fel Mónikát, hogy meg tudjuk nézni a következő módot, amit szeretnék megmutatni. Na, hát nem mondom, hogy túl sok helyünk van ebben a házban, úgyhogy gyakorlatilag az egész lakás a tipegői lett. Itt a konyhában van egy ilyen kis rajzlapok neki, aztán van egy ilyen alagút. Itt van neki egy kis matrac a földön,
amiben tud aludni meg pihenni. Aztán van egy ilyen sminkes dobozkája, aztán mi van még? Itt nagyon sok dolog van egyébként. Van egy kis ágya, úgyhogy majd ezt is megnézzük. Van egy ilyen kis hinta szék, ez nem tudom pontosan, hogy hogy működik, ez nekem is újdonság. Van egy kosárlabda állványa, szilofon, telefon, van itt minden kb. Küldjük el, hogy játsszon ebben a kis alagútban, mert ehhez egész biztos vagyok benne, hogy hozzá fog tudni férni. Járni még nem nagyon tud szegény. Jó, akkor arról az oldalról. Nézzétek. Nézzétek, milyen aranyos. Jaj. Átmász. Jaj, a feje. Szóval átmászott ezen a kis alagúton, és nagyon-nagyon cuki volt, de tud benne egyébként pihenni is, és kapott egy playful hangulatjelzőt. Most bebújik, és ott fog egy picikét alukálni. Ezek a tárgyak panda szamától vannak egyébként, aki ugye a childbirth modot csinálta. Nem fogom külön-külön a tárgyakat belinkelni, csak a Patreonját, és ott megtaláljátok majd. Ehhez sajnos nem fér hozzá. Mi van, hogyha átrakom mondjuk ide? Nem tudom. Igazából csak be akarom mutatni, úgyhogy teljesen mindegy, hogy hol van. Jaj, nézzétek, ásít egy picit. Menj már ki a képből. Szóval ez egy ilyen kis matrac, amit a földre le tudtok helyezni, és akkor tud benne aludni a kis tipegő. Na, nézzük meg ezt a smink készletet. Itt tud ő is játszani a sminkkel, illetve tud, ahogy nézem, makeover-t is adni, de ne arra menj, hova mész? Jó, hogy itt át lehet járni, értem. Szóval nézzük meg előbb, hogy milyen, amikor ő játszik a sminkkel. Kisminkeli magát a kis tipegő. Jaj, nem tudom irányítani a kamerát. Gondolom nagyon-nagyon szép sminket fog magának varázsolni. Hát ez elég furi lett, de neki tetszik, az a lényeg. És egyébként ezek a tárgyak mindegyik, hát majdnem mindegyik fejleszti valamelyik képességüket. Na, adjunk egy makeover-t a bátyjának. Nézzük meg, hogy ő miért kap. Jó, ahhoz nem kell oda menni, mert úgy látom, hogy Mónika magával hozta a sminkjeit, szóval Axel is kapott egy elég fura, szegény. Ő is jól ki lett sminkelve. Még a kezeit is kifesti. Jaj, nézzétek, hát még körömlakkot is kapott. Hát gyönyörű lett, de azért Mónika viccesebben néz ki, szegény. Jó, nézzük meg azokat, amik itt vannak a szobában. Itt a telefonon fel tudjuk hívni a kedvenc mesefiguránkat. Ez talán fejleszti majd a kommunikációját, nem vagyok benne biztos, de fel tudjuk hívni a télapót is, illetve a képzeletbeli barátunkat, de tudunk csak úgy játszani is a telefonnal. Aztán van egy ilyen kis gyurmázós cuccos. De milyen cuki mára, hogy itt játszik a kis telefonnal. Tiszta aranyos. Na most gyurmázzunk egy picit. Nézzük, hogy abból mit fog alkotni a gyurmából. Nagyon-nagyon koncentrál. Remélem valami szép állatka, vagy valami lesz belőle. Ó, egy katicát csinált belőle. Hát nézzétek már. Nem lehet vele semmit csinálni, de újra tudja gyurmázni, illetve, hogyha esetleg nagyon tetszik, amit alkotott, akkor ki lehet rakni, gondolom, így dísznek valahova. Van egy ilyen bohóc a dobozban játékunk is. Ugye ez a kiugrik, ez a bohóca dobozból, csak most azt szeretném nézni, hogy melyik kameraszögből látjuk ezt jól, vagy így. Jó, hát nagyon tetszett Mónikának ez is. Aztán van egy ilyen unikornisunk. Az unikornis az Imagination Skill-t fejleszti. Nagyon jó szvacsok vannak egyébként ebből az unikornisból, de én most csak így lepakoltam az alapot, nem változtattam rajta. Az unikornison tud egyébként pihenni is. Ezt a kosárlabda dobálósat is imádom egyébként. Hát most nagyon-nagyon ilyen biztonságosan próbálkozik, azért ennél bátrabbak szoktak néha lenni. Nem nagyon dobálja most úgy rá. Lehet, hogy még nincsen szegénynek annyi mozgás skillje, és nem meri úgy jobban rádobni. Na most kicsit feljebb csaltam neki a movementjét, és most az előbb bátrabban dobta, de nem vagyok benne biztos, hogy átdolgozták vajon az animációt, mert volt benne egy olyan, hogy úgy csapódik vissza a labda, hogy fejbe vágja a babát, és az tök vicces volt egyébként. De lehet, hogy úgy gondolták, hogy barátságosabb, hogyha csak ilyen gyengén löki fel, szóval lehet, hogy átdolgozták az animációt valamelyik frissítésben. Mindegy, ezt a kosárlabdását is tökre szeretem. Már csak néhány tárgy van hátra, ezt a szilofont csak gyorsan kipróbálom. Valószínűleg a nem tudom melyik skillt, a thinkinget fejleszti, ahogy nézem. Meg közben ilyen szépen zenél nekünk a kis tipegő. Nézzük meg, hogy ebbe a székbe bele tud-e magától szállni. Ahogy nézem, igen.
Úgyhogy bele tud ülni a székbe, és hát itt hintázgat magától. Gondolom a fán menne fel tőle. Igen, ez viszi fel a fánt. Na, itt még kifelejtettem ezt a rajzolósat, de ezt is nagyon-nagyon szeretem. Nagyon sok mindent tud rajzolni vele. Rajzoljuk le például a szülőjét. Jó, Monika lefetrengett ide a földre rajzolgatni, és ilyen tipikus tipegő rajzokat fog készíteni majd, de nagyon viccesek szoktak lenni. Most ugye az egyik szülőt rajzoljuk meg. Jó, befejezte a szülőt, és egy ilyen, nem tudom, milyen krumpli lett belőle. Ezt be tudjuk rakni az inventóriába, aztán ki is tudjuk rakni a falra. Rajzoljunk kisállatot. Ugye ebben a családban nincsen kisállat, úgyhogy nézzük, hogy Mónika milyen kisállatot rajzolna magának. Na, kész lett a műalkotás. Ez egy ilyen nagy dagi cicának tűnik egyébként. Ezt is berakom az inventóriába, és nézzünk valami jó fal felületet. Bár ez az ablak is szimpatikusnak tűnik, úgyhogy most ide az ablakra pakoltam ki Mónika rajzait. El is tudjuk nevezni a rajzokat, hogyha szeretnénk. És már csak azt az egy dolgot szeretném megnézni, hogy hozzáférnek-e ehhez a kiságyhoz. Na, Mónika bátyja berakja őt a kiságyba. Szegény most éppen szomorú lett, amiatt, hogy kiságyban van, vagy nem tudom, hogy mi a probléma. És hát igazából itt el tudjuk küldeni aludni. Most láttátok, hogy rázta itt. Amikor felkelnek és ki akarnak kelni, akkor elkezdik rázni itt a rácsokat, úgyhogy nagyon-nagyon aranyosak. De ezzel akkor le is zárnám ezt a videót. Három modot néztünk ugye meg, Panda Samától a Childbirth modot, illetve a tárgyak, amiket most a videó végén megnéztünk. Azok is mind Panda Samától vannak, de ez nem egy mód volt, ezek a tárgyak tudtammal külön-külön vannak felrakva, úgyhogy linkelem majd az oldalát, hogyha szeretnétek őket, akkor nézzétek meg, és töltsétek le, amelyik érdekel. Illetve még a videó elején Lumpinótól a Relationship and Pregnancy Overhaul-t, mindegyiket linkelem majd a videó alá, úgyhogy megtaláljátok őket könnyen. Remélem, hogy tetszettek ezek a modok, amiket így most ajánlottam nektek, hogyha igen, akkor lájkoljátok a videót, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!